mentem el szerencsére külföldön elég jó verseket, EB-ket, meg egy-két egyse bajnokot, meg egy szlovákot. Hát ilyen furcsa volt, mert a külföldi pályák teljesen más, kezdtem így hozzászokni a nyomokhoz, meg ezekhez a dolgokhoz. Egy kicsit furcsa volt, de amúgy jó volt, be volt önt a végig, nem volt egy Grand Porsche, nekem tetszett. Hát még a sérülésnek vannak még időnként nyomai, vagyilag nem vagyok teljesen százas. Ez inkább még az első versenyeken lehetett érezni a Szlovákián, az első EB, meg ezeket, hogy ilyen 20 perc után nem tudtam rendesen koncentrálni, nem mindig volt valami baj, de ez most már egyre kevésbé van. Most igazából már csak azt tudtam érezni, hogy vezetek hazafelé, és a reflexeim nem annyira jó. De annak örülök, hogy itt legalább egy kicsit jobban el tudtam rajtolni, mert eddig még a rajtnál is sokkal rosszabbak voltak a reflexeim. Nem tudom, hát remélem alakulgatok már. Jól adta az egész, meg így nagyon jó versenyeken voltam, mostanában jó fölkészülési időszakon vagyok túl, úgymond hívhatjuk ezt második szezonnak is. Kondíció tökéletesen bírtam, motorom nagyon jó volt, most fogtunk be egy új motort, azért kellett hozzá egy kis szerencse is, nyilván Kornél most ért az a Kanadába, tehát időátállás, ilyesmi, az se egyszerű. De annyira nem figyeltem hátra, inkább az én dolgommal törődtem, és tudtam, hogy ha tudom csinálni a dolgom, akkor itt gond nem lehet. Milyen a pontállás? Nem néztem még, hogy van, vagy mi a helyzet, de megmondom őszintén, hogy nem is figyelem, mert csak aztán idegesítem rajta magam. Hogyha jól tudok motorozni, akkor jó lesz. Tehát akkor tudja, hogy akármilyen pontállás is van, nyerem a futamjaimat, amit kiad. Aztán ennyi, tehát magamnak motorozom, és ez a legjobb, úgy gondolom, hogy élvezi az ember. Természetes első helyzetje változtatunk, Hirtaszári Gábor! Nekem ez egy nagyon csodálatos nap volt számomra, és nagyon örültem neki, hogy végre kijött a lépés, és végre tudtam nyerni. Már éveleje óta szerettem volna elvinni az első helyet, de hát most sikerült. Mennyire figyeled ilyenkor így versenyek után, hogy állsz az első helyhez képest? Én igazából ezzel nem foglalkozok, tehát a pontállás. Én nekem most az volt az első célom, hogy megnyerjem a versenyt, és hogy minden futamba tudjak nyerni, és minden versenyt megnyerek. A pontállás az végül is engem nagyon nem érdekelt. Ha ott első helyen vagyok, akkor örülök neki, de nekem az első helye fontos, és hogy egyre gyorsabb legyek, és stabilan tudjak motorozni. Edzések jól sikerültek, jó tempót tudtam menni. Havasi Zolival sokat dolgoztunk ezen a pályán. Hát az első futamba egész jól belocsoltak. Aztán Jani elvitt a rajt, másodiknak fordultam, nagyon betelített meg, hát elég sok víz volt, és irreális volt a körülmények. Próbáltam rajta maradni valamilyen szinten, de az első körökbe el tudott lépni tőlem. Annyival sokkal gyorsabb nem voltam, egy-két kört meg tudtam nyomni, de bekeményedett a kezem a közepén, tartani tudtam csak a tempót. A vége felé pedig Kornél volt egy kicsit összeértünk fönn, utána visszamentem neki, akkor megint elment, akkor megint visszament, és akkor tudom, hogy elfogyott a letépés kiállt. Jó kis csata volt, kicsit kivett itt a üldözésből, és akkor Janika nyert, másik lettem. Másik futamban próbáltam, hát mindenképp, úgyhogy jönni kell is rajta, de nem jött össze. Harminak fordultam Lacika az első körökben, nem nagyon ragadtunk rá a Janikára, megint el tudta kicsit lépni. Lacikát mindenképp próbáltam megelőzni, de igen, egynyomos volt a pálya. Aztán végül is hibázott, elkezdtem jönni a Janikára. Jó tempót végül is sikerült, mert gondilag is bírtam. Aztán a verseny felén így elment az egyik lefelébe az első fékem, utána nem is volt, teljesen kifúrt, nem tudom mi történt. Valami hozzáért, aztán szorult az első kerekem is, aztán láthatólag visszalassultam, és így nagyon nehéz volt megtartanom a pozíciót.
Hát a Kornél jött, akkor még egy kis esés is belefért. Gyorsítani akartam, hogy legalább azt a két köt bírjam ki, de hát így lehetetlen volt első vég nélkül. Aztán elcsúsztam, biztosan beértem a harmadik helyen, de kicsit csalódott vagyok, már jobbra számítottam, de majd csónakon. Hát felépültem, mondjuk fogjuk rá, nem érzem a hála Istennek, tudok rendesen edzeni. Hát annyi hátrányom volt, hogy múlt héten voltam Csehországban, és kismotorra versenyeztem, és azért is két hetet avval edzettem, és nagyon furcsa volt ezen a héten átülni a nagyra. És így azért így a két teljesen más kondíció kell a 450-esnek a 250-eshez. Annyi, hogy kicsit gyengének éreztem magam, hogy itt meg fog ellentartsak ugye a kigyorsításoknál, de hát valamilyen szinten sikert megoldanom. Tempom jó volt, kondira kicsit rá kell menni, és akkor úgy gondolom, hogy jó lesz. Időmérőm jól sikerült, az első volt, de aztán időmérőn estem egy csúnyát és bedagadt az ujjam. Aztán első futamot így kezdtem, estem ott is kettőt. Aztán sikerült feljönnöm a második helyre. A másodikban már nagyon fájt az ujjam, meg estem is egyet, így negyedik helyen fejeztem be. Összetettben egy második vagyok. Hát jobb lenne, ha később lenne, hogy az ujjam megbírjon gyógyulni, de nincs bajom ezzel a pályával.